Egy Baranya vármegyei nap végére érünk. Reggel Kis Ferencéknél, az ő családi gazdaságunkban kezdtük a napot. Egy több lábon álló családi gazdaságot nézhettünk meg, ők láttak bennünket vendégül. Van szántóföldi növénytermesztésük, gyümölcsöt is termelnek, van egy halászati ágazat és falusi turizmus is. Azt gondolom, hogy egy jó példája annak, hogy hogy lehet több lábon állva stabilan kiigazodni a piaci lehetőségek között, és az a megtiszteltetés is ért, hogy még a halászat rejtelmeibe is beavattak, a hálódobás trükkjeit is elsajátíthattam. Persze nem áltatom magam, nem lettem profi. Minden esetre a nem általam fogott halakból még egy ebédre is vendégért láttak bennünket, amit ehelyről is köszönünk. Most pedig a Bóriádi ZRT-nek a telephelyén vagyunk, akik alapvetően szarvasmarha tartással foglalkoznak, tejet termelnek, és annyiban sajátos az ő helyzetük, hogy fel is dolgozzák az általuk megtermelt tejnek a nagyon nagy részét, és különböző termékek formájában juttatják el egészen a fogyasztókig. Azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas nap végén vagyunk, és jó látni, hogy a magyar vidék milyen komoly értékekkel van tele. Becsüljük meg őket, és válasszuk a hazai termékeket, amikor élelmiszert vásárolunk.